Az egyik szolnoki társasház kezelő az általa üzemeltetett egyik társasházi lakás tulajdonosával szemben indított és vesztett első fokon kártérítési pert a szolnoki járásbíróságon. A társasház kezelő lényegét tekintve azért követelt csak nem 18 millió forint kártérítést a lakás tulajdonostól, mert álláspontja szerint az évek óta ellehetetleníti a súlyos beázásoktól sújtott társasház tetőjének rendbetételét. Ez egy 90 lakásos társasház, és olyan problémába ütközött a társasház, hogy szerette volna a beázások miatt a tetőszigetelést felújítani, amit össze akartunk kötni egy hőszigeteléssel. Ugye ez már a mai energetikai előírásoknak tökéletesen megfelelt volna. Sajnos ezt a közgyűlési árajánlatot kértünk be, ezt a közgyűlési határozatot az egyik tulajdonos, aki igazság szerint nem is lakik a társasházban, hivatkozva arra, hogy a kisebbség jogos sérelmétre hivatkozva megtámadta a közgyűlési határozatot. Ezzel sajnos ugye a hitelfelvételünket is ugye megakadályozta, és megakadályozta magát a beruházást is. Ugyan közel két évi pereskedés után ezt a pert elveszítette, tehát nem volt megalapozott neki az a támadása, hogy megakadályozza ezt a beruházást. A következő lépés az volt, hogy próbáltunk más úton, módon ugye ezt a felújítást ugye eszközölni, mert sajnos ha 9 lakás van a 10. emeleten, ami gyakorlatilag 10%-a a társasháznak, beáznak, és más úton is megakadályozta ezt a beruházást, és mivel már 12 éve pereskedünk ezzel a tulajdonossal, minden közülési határozatot megtámad, úgy, hogy 100 per 10 000 a tulajdona, ezért arra döntött a közgyűlés, hogy egy kártérítési pert indítunk ellene, hát hogyha ez egy kicsit változtatna ugye a nézetein. Az ügyben született bírósági döntésben az indoklás szerint egyrészről azért utasította el a kártérítési keresetet, mert a közgyűlési határozatot nem a jelenlegi lakástulajdonos, hanem a lakás korábbi tulajdonosai támadták meg a bíróságon, így ha történhetett is károkozás, azt nem a jelenlegi lakástulajdonos okozta. Azért kellett ezt a kártérítési pert indítani, mert amikor elindítottuk az első közgyűlési határozatot, akkor még 11 millió forintba került volna, hogy a tető és logikus vízszigetelés alá tenni a hőszigetelést, meg mivel már panelprogramos ez a társasház, akkor nem fér bele a költségvetésbe, hogy azt is megcsináljuk, így most jutottunk el erre a döntésre. Ők is megérdemlik azt, hogy a tetőre legyen hőszigetelve is, nem csak vízszigetelve, mert hőhíd ugyanúgy van a 10. emeleti lakásokban. És sajnos ugye ma már 24 millió ennek a beruházásnak a költsége a pereskedés és az idő húzásával kapcsolatban. És ezt a kártérítési pert elveszítette első fokon a társasház, ami itt van a kezemben 10 oldalas ítélet, hogy figyelmen kívül hagyták azt a lakóknak, a 10. lakóknak az érdekeit, hogy penészes a lakás, eladhatatlan, értéktelen, meg maga a társasháznak, ugye a hőt energetikai besorolása is javult volna egy osztályt, a leszigeteljük, ezt mind figyelmen kívül hagyta, és a alperesnek, a tulajdonosnak adott igazat. Ez számunkra elfogadhatatlan, hogy 88 lakás akaratát egyetlen egy ember megakadályozza, ez sajnos a törvényhozásnak erre rá kell figyelni. Tehát kérem a jogalkotóknak is azt a segítségét, hogy
társasházi közülés határozatot csak azért, mert a bírói kérdésre, hogy milyen kisebbségi sérelme keletkezett abból, hogy le legyen hőszigetelve is a tető, arra azt mondta, hogy mert joga van. Másrésztről azért utasított el a bíróság, mert az épületben található, a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonát képező, jelenleg bérbeadott ingatlan rész értékesítéséről még nem szavazott, így döntés sem hozott a társasház közgyűlése, ezért nem zárható ki, hogy az érintetten kívül más lakástulajdonos, illetőleg lakástulajdonosok is elleneznék az értékesítést. Emellett a társasház fenntartó nem tudta bizonyítani, hogy a társasház bizonyos sikerrel tudta volna értékesíteni az ingatlan részt.